Alexander a könnyeivel küzdködik. A szegedi törvényszéken tárgyalják az ügyet, melynek vádlottja a szer fiatalember. A vád szerint hét menekült csempészésében vett részt január 6-án, amikor a magyar rendőrség tetten érte. Tanúvallomásában elmondta, hogy ismeretlen személyek keresték meg a könnyű pénzkereset lehetőségével, annyit mondtak neki, hogy pár embert kell átvezetnie Magyarországra egy erdőn keresztül. A Szegedi Főügyészség szerint a hatázzár kiépülése óta kevesebb az embercsempész, de még így is hetente több alkalommal emelnek vádat. Régebben ugye még nem volt a kerítés, addig a zöld határon keresztül juttatták át a migránsokat. Mostanában az elkövetési mód az, hogy vagy kamionokban a határátkelő helyeken jönnek át, és próbálnak átcsúszni a határenőzésen, illetőleg, hogyha a határon valahogy átjutott a krétisen, valahogy átjutott migránsokat szednek össze és viszik el. A fizikai határzár kiépülésével egy időben a tiltott határátlépés, a határzár megrongálása és az embercsempészet büntetési tétele is jelentősen emelkedett. Ezért a Szegedi Bíróságon hozott ítéletek is súlyosabbak lettek. Míg szeptember 15-e előtt általában egy-két év végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására került sor, addig az új törvény hatályba lépését követően már volt olyan amikor négy évet, négy év, hat hónapot, illetve öt év szabadságvesztés büntetést alkalmazott a bíróság, természetesen ez végrehajtandó. Bár hivatalos statisztikát sem az ügyészség, sem a bíróság nem vezet, de a tárgyalási jegyzékből jól látható, hogy az embercsempészek jelentős többsége szerb állampolgár. A kiszabott büntetéseket Magyarországon kell letölteniük az elítélteknek, így valószínűleg Alexandernek is. Több ügyvéd információi szerint védenceiket úgy keresték meg helyi bűnszervezetek tagjai, hogy könnyű pénzt ígértek, és azt állították, ha el is fogják őket a magyar rendőrök, 24 óra elteltével hazamehetnek. Ez pedig nem így van, és a megtévesztettek ezt egyre többen saját kárukon tanulják meg az ítéletek hallatán.